Több mint 4 évtized telt el úgy, hogy Szekszárdon a tél végét, a tavasz beköszöntét az időjárás változás mellett a Szekszárd Big Band éves koncertje is jelezte. A jazzrajongók népes tábora ez alatt az idő alatt számos ismert muzsikussal is találkozhatott, elég csak ehelyütt László Bordizsát, Charlie-t vagy Rudán Joe-t emlegetni. Az évtizedek alatt kialakult, milyen zeneszámok nem hiányozhattak a repertoárból, és persze az is kérdés, mit talál ki Pece István, amivel meglepheti a közönséget. Aztán jött a koronavírus, és mint sok mindent, ezt is átírt. Eltelt 2 esztendő úgy, hogy a Big Band csak a próbateremben létezett, no meg a világhálón, mert hát a közönséggel mégiscsak tartani kell valahogy a kapcsolatot. És aztán elérkezett a már megszokott időpont, és rutin ide vagy oda, a muzsikusok nagyobb izgalommal készültek, és újra felcsendülhettek a már jól ismert dallamok. Csak egy tánc volt, mit tőled kértem én, azután ment minden... A zenekarnak is rendkívül fontos az, hogy ne csak próba legyen, hanem föllépés is, de a kattintások számából és a lájkok számából is látjuk, hogy elég sokan nézték a Facebook oldalunkat, elég sokan néztek bennünket a YouTube-on, és hát a közönség visszajelzéséből is tudjuk, hogy hiányoltak bennünket. Hát egy kicsit izgalommal, mert ilyenkor mindig izgalommal teli tulajdonképpen az egész napunk, mert hogy egy kicsit megváltozott a világ. Ma már nem olyan, mint 30-40 évvel ezelőtt volt, hogy ha Big Band hangverseny volt, akkor aznap nem kellett menni dolgozni. Most kell. Hát a világváltozást nem lehet megállítani, és valóban, ami a rendszerváltás előtt még bevett szokás volt, az már idejét múlt. Hogy jól van ez így, mindenki eldöntheti saját maga. Hogy a 2 év kihagyás mit okozott a nézők sorában, az a koncert előtt mindig kérdés. Van-e egy sok évtizedes múltra visszatekintő zenekarnak akkora vonzása, amely legyőzi a félelmet? Látjuk, hogy az emberek egy része rettentesen fél, és azt is látjuk, hogy az emberek másik része meg rettentesen bátor. Azt tudom, hogy nagyon várjuk, hogy játszhassunk. Azt a közönségnek a bátrabb részén érezni, hogy nagyon várják, hogy ez a közösségi élmény, előtt a büfével beszélgetünk, a zenekart meg utána megkritizáljuk, művészeti vezetőnek is bátran megmondja, és megmondhatja bárki a véleményét, meg is szokták mondani. A recept az évek alatt kialakult, hogy a közönség jó szájízzel távozzon a koncertteremből. Próbálom mindig úgy összeállítani a műsort, hogy legyenek benne 5-2-3 régi szám. Mindig van friss új szám, most lesz 2 új szólistánk is, és hát mindig próbálok geget meg poénokat is beépíteni a műsorba, ami megint csak olyan, hogy azt gondolom, hogy megosztom, mert van akinek nagyon tetszett, van akinek meg esetleg nem, de hát mi mindig azzal a szándékkal csináljuk, hogy ha lehet, akkor tetszen a közönségnek. Az idei vendégek sorában volt a harmonikás Kémindi Tamás, aki visszatérő a Big Band színpadán. Lévén Pece István is sokat tesz a hangszer népszerűsítése érdekében. És itt volt Nárai Erika színésznő, aki számára nem ismeretlen a jazz világa, no is a színész énekes, Magyar Bálint is. A zene az egyfajta lelki szükséglet, és egy olyan lelki töltődést ad, amiért semmilyen más dolog nem ad meg. Az, hogy a zene évezredek óta velünk van, és úgy tűnik, hogy még velünk is lesz, ez nyilván egy meghatározó dolog, és azt jelenti, hogy szükség van rá. Ezt mi magunkon is érezzük, és a közönségen is érezzük. Azt gondoljuk, hogyha ma este sikerül egy jó hangversenyt csinálnunk, és örömet okoznunk a hangverseny látogató közönségnek, akkor azzal egy nagy lépést tettünk előre. Nos, idén sem kellett attól félni, hogy az üres terem miatt romlana a Babic Színház termének akusztikája. A Big Band láthatóan még vonzó a jazz szeretők táborában, legalábbis annyira biztosan, hogy a zenéjükért sokan félretették félelmüket. That's why.